Maja Gojkovics, a szerb köztársaság alelnöke, művelődési és tájékoztatási miniszter a múlt pénteken munkalátogatást tett Úbecse községben. A Városházán megtartott ülés után a helyi önkormányzat képviselőivel megtekintette a városi színházat. Ez alkalomból Gojkovics új beruházásokat jelentett be ebbe a művelődési intézménybe. Ez egy gyönyörű épület jó programokkal, olyanokkal, amelyeket hagyományosan támogat a Művelődésügyi és Tájékoztatási Minisztérium, amit továbbra is folytatunk majd. Megbeszéltük, hogy a jövő évben nagyobb mennyiségű pénzeszközt különítünk el a tetőszerkezet megjavítására, és így fokozatosan kezdünk hozzá ennek az igazán szép épületnek a renoválásához, amelyben számos művelődési esemény zajlik. Ez szintén nagyon fontos, mert ha van kulturális élet, az egy jel a fiatalok felé, hogy nem kell ahhoz Újvidékre vagy Belgrádba költözniük, hogy jobban élhessenek, hanem az állam odafigyelésével itt maradhatnak a saját szülővárosukban. Nekünk az a feladatunk, hogy a műszaki terv dokumentációt és minden szükséges engedélyt és dokumentumot kidolgozzunk és megszerezzünk a következő évre. És jövőre, ha lesz elegendő pénz, de biztos vagyok benne, hogy több lesz, mint amennyi az idén volt, akkor pályázzunk, és hogy megkapjuk ezeket az eszközöket, hogy folytathassuk a színházunk épületének rekonstrukcióját. A színháztermet később újítjuk fel, ugyanis az első és legfontosabb, hogy a tetőszerkezetet felújítsuk. Erre kell a legtöbb pénzt fordítani, hiszen nem lehet előbb belülről rekonstruálni, mivel ez pénzkidobás volna. El kell valahol kezdeni, mi pedig a tetőnél kezdjük a felújítást. Az előző években próbálkoztunk némileg szépítgetni az épületet, azonban most első ízben van világos stratégiánk arra, hogy hogyan fogjuk az elkövetkező időszakban rekonstruálni a színházat. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a Művelődésügyi és Tájékoztatási Minisztérium eszközeinek köszönhetően az Úbecsei Városi Színház a Fókusz Iste projektum keretében 5 millió dinár értékben csúcsminőségű audio és videó felszerelést szerzett be. Kicseréltette a világítást a nézőtéren és az előcsarnokban, megjavította a terem belsejének egy részét, új szellőző berendezést vásárolt, és mély tisztította a nézőtéren levő székeket. Mint ahogyan azt e kulturális intézmény igazgatója is kiemelte, ahhoz, hogy a színházlátogatás biztonságos legyen, elengedhetetlen a tetőszerkezet, majd a homlokzat felújítása, valamint a nyílászárók cseréje. Maja Gojkovics az első művelődési miniszter, aki az elmúlt 20 évben látogatást tett Úbecsén, és aki komolyan érdeklődik a városi színház infrastruktúrális helyzete iránt, amely, amint tudják, nincs éppen jó állapotban. Néhány évvel ezelőtt a Művelődési Minisztérium a Fókusz Iste projektum keretében támogatta a városi színházat, és ekkor sok minden fel lett újítva a színházterem felszerelését illetően, ami azonban a legfontosabb, ahhoz, hogy az épület biztonságos legyen, a tetőszerkezetet kell felújítani. Majd szükség lesz a falak szigetelését elvégezni, valamint a homlokzatot felújítani és a nyílászárókat kicserélni, ami jelentősen hozzájárulna az energiahatékonyság eléréséhez. A miniszterasszony most megbizonyosodott a Városi Színház épületének állapotáról. Bízunk abban, hogy az elkövetkező időszakban sikerül megoldani ezt a problémát. A Művelődési Minisztérium, illetve más minisztériumok támogatásával. A Városi Színház megtekintése után a miniszterasszony Úbecse község elnökével együtt meglátogatta a történelmi komplexumot és kulturális műemléket, a Fantaszt kastélyt, amelyről a munkalátogatás során szintén szó esett. Mindannyian reménykedünk abban, hogy nagyon gyorsan megoldódik majd a vagyon visszaszármaztatás kérdése. Önök tudják, hogy az épület névleges tulajdonosa a Matica Srpska, és hogy a jogi eljárások már régóta tartanak. Az ügy visszakerült a restitúciós ügynökséghez, így bízunk abban, hogy ez nem fog túl sokáig tartani. Ha megszületik a döntés arról, hogy az ingatlan a Matica Srpska tulajdona,
akkor ők is gyorsan eldöntik, hogy milyen célokra fogják használni, és hogy keresnek-e valamilyen partnert. Amennyiben viszont más döntés születik, hogy esetleg az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonába kerül, akkor is az lesz a fontos, hogy ez mielőbb megoldódjon. A Matica Srpska azzal az ötlettel állt elő, hogy ők a szerb kormánynak jogorvoslatot javasolnak, amely a vagyonuk visszaszármaztatására vonatkozna, ugyanúgy, mint a Belgrádi Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia vagyon visszaszármaztatására is. Mi most várjuk az ő lépéseiket és azt, hogy erre hogyan reagál majd a szerb állam, mert ezáltal felgyorsíthatnánk ezt a hosszú évek óta húzódó folyamatot.